A továbbtanuló diákoknak nagy segítség az iskolák bemutatása, hisz tudjuk, milyen nehéz döntés nehezedik a fiatalokra és szüleikre is. Az iskola igazgatója mutatta be az intézményt, és kiemelt minden olyan fontos szempontot, ami előnyt jelent a diákoknak. Az Apáczai Cseh János Technikum és Kollégium egy nagyon nagy múlttal rendelkező iskola, több mint 100 éve már a szakképzésnek a szolgálatába állunk, és szolgáljuk itt a környéken a munkaerőpiacot releváns tudással rendelkező munkaerővel. Az mellett, hogy nagy múlttal rendelkezünk, az mellett elmondható az, hogy innovatívak is vagyunk. Ez alatt azt értem, hogy tiszteljük a hagyományainkat, mert azok nagyon fontosak, de ugyanakkor az új dolgokkal kapcsolatban is teljesen nyitottak vagyunk és befogadóak, sőt, nem csak befogadóak vagyunk, hanem szívesen állunk az élére azoknak a kezdeményezéseknek, amiket jónak tartunk. A technikumi képzéseink, amivel várjuk a 8-os diákokat, azok a következőek. Közlekedési szállítmányozás ágazaton belül a vasútforgalmi szolgálattevő technikus, egy hagyományos vasúti szakma. Ők azok, akit a vasúton egyenruhában látunk általában, és a vasútirányítás a fő feladatuk. Szintén egy hagyományos és nagy múltra rendelkező képzésünk a gépészet ágazatnak a vasúti jármű szerelő technikus képzése. Ide elsősorban fiúknak a jelentkezését várjuk, akik nem félnek attól, hogy picit koszos lesz az olajtól a kezük, és szeretnek szerelni, barkácsolni, mert nekik ez abszolút testhez álló képzés. Gazdálkodás és menedzsment ágazaton belül a pénzügyi számviteli ügyintéző, illetve a vállalkozási ügyviteli ügyintéző technikus képzéseiket kínáljuk a fiataloknak. A kereskedelem ágazaton belül a kereskedő és webáruházi technikus képzést kínáljuk. Ez ugye már nem csak sima kereskedelmi ismereteket jelent, hanem mivel egyre nagyobb teret hódít az internetes vásárlás, tehát magába foglalja a webáruházi ismereteket is, tehát akár egy webáruházat is tudnak üzemeltetni, tehát rendelkezni fognak azokkal a képességekkel, tudással, akik ezt elvégzik. A rendőrzet és közszolgálat ágazaton belül a közszolgálati ügyintéző technikus képzést kínáljuk a fiataloknak. Ide azokat a fiatalokat várjuk, akik jó fizikummal rendelkeznek, szabálykövetőek, nekik ennek az elvégzése után elsősorban a rendőrségnél, katasztrófavédelemnél lesz nagyon jó elhelyezkedési lehetőségük, és fontos, hogy egy példaértékű magatartással rendelkezzenek. Informatika és távközlés ágazaton belül a szoftverfejlesztő és tesztelő technikus, illetve az informatikai rendszer és alkalmazás üzemeltető technikus képzéseinket hirdetjük. A szoftverfejlesztő az elsősorban, hogy a szoftveres, mint olyan nevében is benne van, ők készítik az alkalmazásokat, nagyon-nagyon keresett a piacon, és nagyon-nagyon jó elhelyezkedési lehetőség van ebben a képzésben. Az informatikai rendszer és alkalmazás üzemeltető technikus pedig, akik ugye a rendszereket üzemeltetik, elsősorban azokat képezzük itt ebben a technikumi képzésben. Az oktatási szakasszisztens képzésünk az oktatás ágazaton belül egy új képzés, a régi pedagógiának a technikumi megfelelője. Ugyanúgy a technikumi előnyök vonatkoznak rájuk. Itt duális partnerrel az önkormányzat, duális partnerként az önkormányzatnak az óvodáival vettük fel a kapcsolatot, és a diákjaink ott végzik a gyakorlatokat. A 10. évfolyam végén tesznek egy ágazati alapvizsgát a diákjaink, a 13. év végén pedig leteszik az érettségi tárgyakból a visszalevő nyelv érettségit, illetve megcsinálják a technikumi vizsgát, és így a kezükben lesz egy érettségi, illetve egy technikumi oklevél is, ami sok szempontból előnyös. Ha röviden össze akarnám foglalni, akkor lesz egy nagyon piacképes szakmájuk, lesz egy érettségiük, munkatapasztalatot szereznek, tehát ez is egy nagyon fontos dolog, hogy releváns munkatapasztalattal fognak rendelkezni, illetve hogyha esetleg szakirányú továbbtanulásban gondolkodnak, akkor nagyon nagy előnnyel fognak indulni, ugyanis az érettségi az egy emelt szintű érettséginek fog minősülni a technikumi vizsga után. Megkérdeztük különböző szakokról az idejáró tanulókat, miért választották az iskolát, milyen itt tanulni és merre, hova tervezik a jövőt. Azért választottam, mert ugye itt van informatikai szak és technikum. Én nem is gimnáziumba akartam menni, hanem technikumba akartam alapból menni, mert a szakma miatt, amit ugye ad a technikum.
és a duális képzés miatt is, ami itt van, hogy ugye céghez rendesen kimegyünk, és nem csak itt az iskolába tanulunk. Pedagógia szakon tanulok, tizedikes vagyok, és igazából a jövőben szeretnék majd a gyerekekkel foglalkozni, mert szeretem a gyerekeket, és így pedagógus pályán szeretnék valószínűleg maradni. A főbb tantárgyak ezen a szakon igazából a kreatív alkotás, zenei nevelés, élménypedagógia, mesepedagógia, pszichológia, oktatási szakasszisztens, ez a szak, és jövőre már duális képzésben leszek az óvodákban. Rendészetem vagyok az Apácaiban. Igazából több része van ennek. Itt most mi az önvédelmi részét csináljuk, képviseljük. Rúgások, ütések, fogások, elvezető mozdulatok és dobások ilyen téren csináljuk ezeket. Kés elleni védekezés, visszatámadás, stb. Én vasútforgalmi szolgálattevő technikusi szakon vagyok, emellett az iskolánkban megtalálható vasúti járműszerelő technikusi szak is. Én ezzel a szakmával egy forgalmista végzettséget fogok szerezni, és én tovább szeretnék majd tanulni Győrbe a Közlekedési Egyetemen. Nagyon sok oldalú a paletta, és előnyt jelent a duális képzés, azon kívül a kollégiumi elhelyezés is. Az idejáró diákok teljes mértékben meg vannak elégedve, és várják szeretettel új diáktársaikat.